A kánikula vége és a zivatarok biztosan jelezték, vége van a nyárnak. Az ősz beállta, a 2,5 hónapos nyári szünet végét is jelentette. A Mikszáth Kálmán utcai általános iskolában már vasárnap délután megtartották a tanévnyitót. A tanintézményben 3 osztályban 62 kisiskolás kezdte meg tanulmányait. A Mikszáth iskola egész közössége nevében nagy szeretettel köszöntöm ünnepségünk középpontjában álló legkisebbjeinket, a most első évfolyamot kezdő kisdiákjainkat. Kedves kisiskola kezdő! Remélem, mindannyian örömmel jöttetek közénk, és erős a kíváncsiság bennetek, hogy mi minden vár rátok. Elmondhatom, hogy várnak benneteket az iskolatársak, tanítóitok, akik sok-sok meglepetést készítettek számotokra, várnak a színes tantermeitek, a még színesebb tankönyvek, az iskolaudvar, és vár benneteket a sok-sok érdekes kaland, amivel része egy igazi kisiskolásnak lehet csak. Tudom, az ünnepi fehérén a blúz alatt nagy izgalommal dobok ki szívetek. El kell innetek nekem, hogy izgalomra nincsen jogotok. Itt mindenki azon lesz, hogy jól éreztétek magatokat. Megtapasztalhattátok ezt azokon a találkozásokon, amikor ellátogattatok hozzánk, amikor ismerkedtetek leendő iskolátokkal, egymással, tanítóitokkal. Remélem, kicsit már otthon érzitek magatokat. Készültetek az iskolára. Szüleitek, az óvónénik mindent megtettek azért, hogy most bátrak lehessetek. Nevetekben is megköszönöm az óvónénik, a dadusok, hogy éveken keresztül sok szeretettel fáradoztak értetek, készítettek benneteket arra, hogy iskolások lehessetek. Kívánom nektek, hogy érezzétek jól magatokat a második otthonotokban, a Mikszáth iskolában. Jöjjetek örömmel közé, teljenek jó kedvűen a napjaitok, legyen öröm számotokra a tanulás, legyen öröm, hogy napról napra többet tudtok. Kívánom, hogy iskolásként szerezzetek sok-sok örömet szüleiteknek, nagyszüleiteknek, tanítóitoknak. Holnap reggel pedig jól füleljetek a benneteket köszöntő csengőszóra, mert ezentúl ez szólít meg mindannyiunkat a tanulásra és a szüneti játékokra is. Hétfő reggel 8 órakor a becsengetés a Noszlopi Gáspár általános és alapfokú művészeti iskolában egyben a tanévnyitó ünnepség megkezdését is jelezte. Szeretettel köszöntöm a rendi első osztályosokat, így a hangosító berendezésén keresztül az osztályban helyet foglaló diákainkat, kollégákat, és külön szeretettel köszöntöm az elnökségben helyet foglaló meghívott vendégeinket. Június közepén mellém szegődtél, barátokká fogadtuk egymást, s lám, 2,5 hónap után megtagadsz. Tudom, jövőre ismét eljössz, megígérted a búcsúzáskor, nagyon jó volt veled. Pedig anyujék mennyire izgultak, amikor megérkeztél. Mi lesz a gyerekkel? Akasszunk a nyakába kulcsot? Küldjük táborról táborra? Vagy fogadják felváltva a nagymamák? Szóval szörnyű vitákat okoztál, kedves vakáció, de én magamban mégis nagyon örültem neked, mert tudtam, minden gyereknek a legjobb barátja van. Érezzétek jól magatokat az iskolában, és figyeljetek a tanítónéni szavára. Kívánok nektek sok szerelem, sok-sok siker, iskolánk, tanáraink és a diákok nevében üdvözlünk benneteket. Érezzétek jól magatokat az iskolában, és figyeljetek a tanítónéni szavára.
azzal szeretném befejezni, hogy várjuk Önök, kedves szülők, az egész évben felénk irányuló kedvességet, támogatást, támogassák az alapítványunkat, támogassák a szülőink a közösség munkáját, és dolgozzanak velük együtt a gyerekek érdekében. Ezzel a 2018-19-es tanévet megnyitom, további jó egészséget, jó munkát kívánok! Annoszlopiban is 3 osztály indult, itt 60 kisdiák kezdte meg az iskolai évet. Persze a nyár sem telt el feladatok nélkül. A nyáron sok minden történt, amit terveztünk, annak nagy része megvalósult. Például itt mögöttem a virágágyak között elkészültek ezek az ülő alkalmatosságok. Az én nagy örömömre részben én voltam az ötletadója, hiszen nagyon fura látvány fogadott bennünket reggel, amikor a gyerekek a fal tövében, a földön ülve, a táskájukat a vizes járdára letéve várták a tanítás kezdetét. Ezért ilyen közösségi összefogással elkészült 8 darab, 4 méter hosszú ülő alkalmatosság. Nyáron elkészültek a szükséges felújítások, javítások, itt értem alatt a leverődött falfelület, festés, mázolás, tanárkollégáink a rajzterem 1000 éves padjait, székeit újították föl, illetve elkészültek az előkészületei olyan dolgoknak, mint például a távolugrógödör, a homokozó föltöltése homokkal, a sportpályák körüli drótháló kijavítása, illetve azok az apró javítási munkák, zárak, villanykörték, égők, stb. Javítása. Elkészült még egy fontos dolog, ez is közösségi összefogással. Itt az Industri Elektrik Kft. Segített nekünk a Matek 2 teremben. Nagyon régi, repedezett, töredezett, csúnya műanyagpadlót tudtuk kicserélni. Ez is nagyon fontos volt. Ugyan a biztonságot vagy a tanítás minőségét ezek a dolgok nem befolyásolják jelentősen, de a közérzetünket azért igen. A 2018-2019-es tanév is kihívásokkal teli lesz. Hát az idei tanév, azt mondtam a tanévnyitó ünnepségen is, az én 29 itt töltött évem közül talán az egyik legdifferenciáltabb, bonyolultabb lesz azért, mert egyrészt a tanulóink több mint 40%-a naponta utazik, vagy a városrészekből, vagy a környező településekről. Ez most még egy plusz utazás nehezíti, hiszen a jég felújítása miatt az összes tanulónk a gimnáziumba fog étkezni. Ugyan megszervezték az önkormányzat és a fenntartó képviselői, hogy autóbusszal szállítják őket, de hát azért ez mégiscsak egy plusz program. A gyerekeink utaznak az iskolába, utaznak haza, utaznak az úszodába, a sportcsarnokba, most még a gyékbe is, néha kirándulni színházba ide-oda, tehát az idejük nagy részét utazásra töltik. Ennél szerintem hasznosabb dologra is tölthetnék az időt, de nem siránkozunk most ezen, hanem abban bízunk, hogyha ezt a feladatot balesetmentesen, hát a kellemetlenségeket elviselve meg tudjuk oldani, és elkészül a gyék, akkor komfortosabb, szebb, jobb lesz a szolgáltatás, ezt meg ki kell bírnunk, reméljük, hogy a tavasz elejére ez befejeződik. Emellett persze kell nekünk csinálni a tanítás, oktatás, nevelés feladatait is, de a teljes nyílászáró csere, amik a homlokzati részeken vannak, az épületek, tehát kültérre néznek, azok cserére kerülnek, teljes fűtéskorszerűsítés lesz, az épületek tetőszigetelése, az újabb építési épület külső szigetelése, festése, ez egy óriási feladat, ezt is meg kell oldanunk, emiatt nem lesz, én remélem, rendkívüli szünet, nem maradnak el foglalkozások, de hát ez sem könnyíti a munkánkat, de ezt is meg kell oldanunk, abban bízva, hogy 2019. szeptemberére egy felújított, korszerű, és hát sokkal, de sokkal modernebb iskolába, épületbe folytathatjuk a munkánkat. Nagyon nagy a változás, csúnya szó ez a jövésmenés a tanulók tekintetében is. Sokan mennek külföldre, az ország másik részébe érkeznek vissza, ide-oda, ide járt tanuló, aztán nem járt ide évekig, aztán ismét ide jár. A környező településekről, ahogy ezt többször már elmondtam, nagyon sokan járnak hozzánk, ilyen szempontból népszerű az iskola, én ezt nem tekintem mindig megnyugtató helyzetnek, sajnálom azokat a településeket, ahol elnéptelenek az iskolák, de ez a probléma nagyon összetett, és nem hiszem, hogy nekünk kell megoldani. Mi segítünk, szívesen fogadunk jó képességű tanulókat, de azt is elmondom, hogy nem szívesen, vagy egyáltalán nem olyanokat, akik csak rontják itt a helyzetet. A gyék felújítása, az épület korszerűsítése külön feladatokat ró a tanév során a gyerekekre, tanárokra és szülőkre egyaránt. Az iskolában folyó munkát azonban várhatóan nem fogja befolyásolni.